Olvasom a Márk evangélium 5. részéből az igét, a 2. verstől. Amint a hajóból kiméne, azonnal elébe ment egy ember a sírboltokból, akiben tisztátalan lélek volt, kinek lakása a sírboltokban volt, és már láncokkal sem bírta őt senki sem lekötni. Mert sokszor megkötözték őt, béklyókkal és láncokkal, de a láncokat szétszaggatta, a béklyókat összetörte, és senki sem tudta őt megfékezni. És éjjel és nappal mindig a hegyeken, sírboltokban volt, kiáltozva magát kövekkel vagdosva, mikor pedig Jézus táborról meglátta, odafutamodék, és előbe borulla, és fennhangon kiáltva mondta, mi közöm nekem, te veled, Jézus, a magasságos Istennek fia. Az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem. Mert ezt mondja neki, eredj ki tisztátalan lélek ez emberből. És kérdezi tőle, mi a neved, és felele mondván, légió a nevem, mert sokan vagyunk. Olvasom János közönséges első leveléből a 3. rész, 7. és 8. versét. Fiacskáim, senki el ne hitessen benneteket, aki az igazságot cselekszi, igaz az, amiképpen ő is igaz, aki a bűnt cselekszi, az ördögből van, mert az ördög kezdettől fogva bűnbe leledzik. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Nagyon sajnálatos és katasztrofális, hogy a keresztény vallást elárasztották az emberi tradíciók. Elárasztotta a zsidó törvényvallás, a görög filozófia, a pogány hiedelmek és az áltudományos nézetek. Mivel ezeknek a tévhiteknek az elterjedése hosszú időn át egy rendkívül fontos bibliai igazságot szorított ki, sőt, igazságkört zárt ki, az ember lelkéért, életéért a lelkek urai harcban állnak egymással. Kérem, ha úgy tetszett a sátánnak, hogy egyetlen ember megszállására egy légiónyi démoni lelket bocsátott ki, és ezek birtokba vették azt az embert, akkor senki nem mondhatja, hogy itt nincs harc egy-egy ember életéért. Jézus, akkor elmegy Gadarába, akkor nyilvánvaló módon egy döntés ellen hozott döntést fog végrehajtani, az Istenét, az ördög munkáit lerontani. Egy olyan distinkciót teszek, ami nagyon sok embert megbotránkoztathat, bár nem ezzel a szándékkal teszem. Mivel nyilvánvalóan van rendelt ideje a sátán munkálkodásának is. Van egy olyan típusú megbizatása, amellyel ráveszi az elpusztítandókat, az Istent gyűlölőket a maga akarata cselekvésére, vagy megfertőzi őket tisztátalan lélekkel, vagy megkötözi őket tisztátalan lelkekkel és azoknak vágyaival, akaratával, gondolatával, vagy megcselekszi azt, amit a gadarai emberrel is megcselekedett, hogy teljesen megszállja, megszállva tartja. Kérem, ma ennek a földnek van uralmi köre, amelyek tökéletesen megszállt állapotban vannak. Nem tudsz róla, mert mivel Jézussal nincs találkozásuk, nem derül ki az egyszerű ember előtt, hogy hogy tiltakoznának Jézus Krisztus személye, munkája ellen, csak azzal szembesülsz, amit nem raksz össze. Európában először levették a kereszteket. Európában leparancsolták az emberekről a más vallásúak miatt. Az hordhatta a maga vallása jelvényét. A keresztényt kiszorították. A keresztény jelképeket kiszorították. A Jézus Krisztus megvallóit. Ha felolvasták a Szentírást, kérem, megverték, megbüntették. Most is így van. És eljött az az állapot, amikor nyilvánvaló módon, amikor arra kérték keresztény országból való vezetők, az európai vezetőket, hogy hozzanak rendeletet arra nézve,
hogy a Jézus Krisztus nevének hirdetése szabad legyen, és ne lehessen büntetlenül gyilkolni őket, és bármit megtenni ellenük, érdekes módon az a lélek, amely uralja ezt a vezérkart, természetes módon gyűlöli a Jézus Krisztus nevét, és mindenképpen építkezik vele szembe, és pusztítja a Jézus Krisztusban hívők szavát, hangját, hogy teljesen megszűnjön ez a szó. Ez a mai igehirdetés tulajdonképpen gondolkodtatni akar. Az őskeresztények tanításai a Lukács 4:5-6-ban, az Efézus 2:2-ben, a 2 Korintus 4:4-ben, a János 14:30-ban, a János 16:11-ben és a Jelenések könyve 12:9-ben világosan kijelenti, a világ uralma a sátán kezébe lett adva. A Jézus Krisztus úgynevezett megkísértésekor kiderült, hogy mi a sátánnak a kínálata, ha leborulva imádsz engem, ezt az egész világot minden dicsőségével együtt neked adom. A teokrácia ellen megszületik egy fogalom. A demokráciának hazudott népuralom, amelyik az ördögi színjáték. Ugye nyilvánvaló dolog, hogy a démoni megszállottságnak vannak különböző formái, csak kapkodónak tűnik, de merj velem jönni a lépéseimmel. A modern tudomány egyáltalán nem tud korrekt választ adni az olyan jelenségeket, mint például a többszörös személyiség. Olvashatjátok Amerikában, amikor megfogják a gyilkost, arra hivatkozik, nem tudom, biztos az ördög cselekedte bennem, és azt mondják, hogy skizofén, azt mondják, hogy elmeháborodott, és nincs fölötte ítélet. Az elmebetegség némely fajtája kimondottan démoni megszállottságból fakad. És most hadd mondjak olyan dolgokat, amikkel az a lelki gondozók küszködnek. Nem véletlenül küszködnek vele. Például krónikus depresszió, aki magáról azt vallja, hogy szabadíthatatlan, változtathatatlanul kárhozott, és ennek a gondolati uralmával él, és mondhatsz neki akármit, mert nem azt cselekszed, amit ezzel szembe cselekedni lehet, mert nincs világosságod és nem vagy képbe, ez a fajta depresszió, amelyik minden reményt nélkülöz, és az igével, az Isten beszédével sem mozdíthatod ki ebből az állapotból, ez az elmebetegségnek nem emberek által meghatározott tünete, hanem kimondottan démoni megszállottságból fakad. Van egy sereg olyan ember, hogy gyors, kiszámíthatatlan hangulatváltások egész szélsőséges sora és elképesztő lelki magatartás változás van bennük, és eluralkodik bennük az erőszak, az átokmondás, a gyanúsítás, eluralkodott bennük az, hogy poklot hordozva poklossá tesznek maguk körül mindent és mindenkit. Ezeknek az emberekről azt mondjátok, hogy jaj, összeférhetetlen, kérem, több annál. Több annál. Egy szellem képviselete. Egy szellem képviselete. Van olyan típusú erőszakos, de mondhatom, olyan típusú pervers hajlam, amelyikben megszűnik az ember kontrollja, az értelem kontrollja, a benne lévő vágy, kívánság, aberráltságának megmutatása felett, és egyszerűen nyíltan, magát mutogatva, kimondottan megszállott állapotban lévén cselekszik, és nincs a mai tudománynak hatalma felettük. Mondanak rá az égvilágon mindent, csak azt nem, ami a valóság, hogy tisztátalan lelkek aberált parázna vágyakkal úgy uralják ennek az embernek gondolatát, vágyait, hogy ez a lélek kéjeleg abban, ami történik. És az ember csak szolga. Jaj, amikor józanodik. Jaj, amikor kiderül róla,
hogy mit csinált, hogy csinálta. Jaj, amikor az ember szembesül saját magával, amikor nem a bűn határozta meg, nem a démon vágya határozta meg, és látóvá lesz, és kétségbe eső állapotba elmegy, és elmondja bűnvallásként, hogy ki vagyok, mi vagyok, milyen vagyok, és a pszichológus nem tud mit kezdeni vele, hiszen nem tartozik az ő hatalmi köre alá, hogy itt bármilyen gyógyítást adhatna. A mai fiatalok öngyilkosság is sorozata, hogy közben filmezi magát, és egy ördögi öngyilkossági hullám megy végig a fiatalokon. És senki nincs, aki azt mondja, kérem, ez démoni. Evangelizátor kell, hatalommal felruházott ember kell. Ki fogja megszólítani? Ki fogja elmondani? Tudjátok, aki élő hitben van, aki felruházatott azzal a hatalommal, hogy először is felismeri a lelket, felruházatott azzal a hatalommal, hogy Jézus Krisztus nevében parancsolhat. Istennek úgy szentje, úgy van a kezébe, úgy van a lelkébe, úgy él az erejével, hogy bemutattatik az Isten fiúság az életében. Megnövekedett a perverzió, a gyerekek, a lányok elrablása, a szexuális zaklatás minden területen. Egyszerűen visszatarthatatlan gonosz vágy politikusokba. Miért politizálsz? Hogy megöljem, hogy elpusztítsam, hogy a helyére álljak. Nem valamiért, hanem valami ellen. Nem pozitív dolgokért, hogy a népem, a rám bízottak, hogy éljenek, mint éljenek. Békességük legyen, gyarapodjanak, többről többre jussanak. Eszébe se jut. És senki nem veszi észre a szellemet. Senki nem veszi észre a megkötözöttséget. Senki nem látja meg, hogy kinek való engedelmesség az indulat. Nem érdekel engem az, hogy most ki ellen mit beszél, hanem az esetet kívánom megvilágítani. Visszatarthatatlan gonosz vágy, a tönkretenni, a kiiktatni, a helyére állni. Van gonosz nemzedék Jézus szerint, Máté 12:45. Vannak gonosz idők, kérem, a gonosz időkben a gonosz nemzedék felnövekedik. Ennek volt előkészítő ideje. Az úgynevezett világ ateizálása. És felnövekedett egy nemzedék, amelyik ige nélkül, élő hit igéje nélkül, Istennek igében személyes megjelenése ismerete nélkül egyszerűen arra tanítottak, hogy tiéd a világ. És annyi lesz a tiéd, amennyit elveszel belőle magadnak. És ne számolj azzal, hogy másnak mibe kerül, és másnak fáj vagy nem fáj, hogy te érvényt szerzel a magad uralma akaratának. Tudjátok, végig gondoltam, hogyha arra nevelném a gyerekeimet. Egyetlen cél lebegen a szemed előtt, a világuralom. És ott lennének egy sereg olyan ember előtt, akinek egyszerűen elképesztő, hogy semmifajta vágyuk nincs, semmifajta elképzelésük, semmi céljuk nincs. Vagy a céljaik egészen szélsőséges, én csillagász, én jogász, én matematikus, én fizikus, én tudós, én nem tudom, ki akarok lenni, és azzá lehet. Csak majd annak a keze alá kerül, aki hatalmas akar lenni, aki uralkodni akar. Az Úr Jézus Krisztus a következőt mondja. Minden gyerekem tudja, hogy az uralom az én vállamon van. Ha tudja, hogy az uralom az én vállamon van, akkor látja a földi uralmi törekvéseket, amelyek pont az ellenkezőjét vallják, hogy az uralom nem Jézus Krisztusé. Nyilvánvaló, hogy nem sokára beszélni fogok a gonosz szörnyűmunkások példájáról. Nem sokára beszélni fogok arról, ami most van. A három legnagyobb támadás a
a vallás ellen, és a három legnagyobb ígéret az igaz vallás ügyében. Tisztázni kell a hamisat, és hogy hol kezdődik az igazi élet. A mai napon befejezem azzal. Mi várható a jelenben, a jövőért? Minden elfajzik. Ember, állat, lelkiség és az értelem. A sátán koncentrációja lerombolni, megrontani Isten tervét az emberi faj megváltásával kapcsolatban, szabadítása terveit hamarabb ölni, mint a szabadító elérkezne. Bármi áron, bármi módon, ahogy minden test megromlott emberi, állati, madári, hüllői, a gonosz lelkek e világra érkezésével és az emberekkel való közösülésével, hogy mi történik, hadd mondjam neked, hogy láttad te bár a Gendernek a jelen bemutatását bibliai mértékkel? Fogadjunk, hogy nem. Te föl vagy maximum háborodva, micsoda elfajzás, milyen dolog ez, állj. Észreveszed, hogy már hány fajta lény formát tartanak számon az egy embert, a férfi és a nő által egy embert képviselők helyett? Fölfedezed azt a pusztítást, ami történik, ugyanaz az ősi ördögi? Újraindult a genetikai megrontás az embernek. Az, hogy Isten mennyit engedélyez a gonosznak, nem tudjuk. Egy dolgot tudunk, hogy betör a gonosz uralma, és párbajra hívja Jézust. Az armegaddoni csata majd ennek a párbajnak a megvalósulásáról szól. Készüljetek! Ma az ember menedéke minden tekintetben Krisztus Jézusban van. Az élete, az üdvössége, az övéi. Aki hisz ő benne, az ő általa él. Hiszed-e ezt? Amen.